A csatornázási építési munkálatok több helyen folynak a kerületben. Az Erzsébet Béla telepi rész az elsők között volt a kivitelezési listákon. A kerület eddig legcsatornázatlanabb részén Dömötör István képviselő lakossági fórumot szervezett. Mint elmondta, a témában rendezett két korábbi lakossági fórumon kívül erre is nagy szükség volt. Az itt élő embereket is azt gondolom tájékoztatni kell. Lehet, hogy oda nem volt alkalmuk elmenni. Messze volt itt, ez a telepen belül van. Nagyon fontosnak érzem ezt a kérdést. Még egyszer mondom, rendkívül sok telefon érkezik már meglévő beruházásokkal, hogy lesznek a bekötések, milyen költségek lesznek, mikor lesz az út helyreállítás, mi van azokkal a házakkal, ahol egy helyre az is szám van, de több ingatlan található, osztatlan közös ingatlanról beszélünk, ezekre igyekszünk most válaszokat adni. A csatornázási művektől, az önkormányzattól és a kivitelező képviseletében érkeztek szakértők a fórumra, akik minden felmerülő kérdésre válaszoltak. A környéken lakók örülnek a beruházásnak, többen közülük az eddigi állapotok tarthatatlannak nevezték. Mifelén két ház is van olyan, hogy kiszippantják és szétterítik a kertbe. Olyan büdös van, hogy őrület, úgyhogy azért ez is jó, hogy akkor ez megszűnik, és nem lesz ilyen probléma. A csatornázást azok a lakók is várják, akiknek az eddigi szennyvízkezelési rendszer nem okozott gondot. Örülök neki, hogy megvalósul. Egyrésztről, másrésztről nekem nem volt eddig se gondom a szennyvízzel, mert házi derítőmmel nagyon jól megoldottam a dolgot. A lakossági fórumon folytatódott az az aláírásgyűjtés, amit Dömötör István kezdeményezett. Célja, hogy a 200-as busz, vagy esetleg egy másik gyorsjárat a Kőki felé megálljon Erzsébet Béla telepen. Mielőtt idejöttem a lakossági fórumnak, a 655 aláírás már összegyűlt. Minden jel arra mutat, hogy a héten be fogunk tudni jutni végre Vitézi Dávidhoz, a BKK vezérigazgatójához. Neki fogjuk átadni ezeket az aláírásokat, és hát remélem, hogy be fogja látni, hogy most már nem tudják tovább húzni ezt az ügyet. Az eddigi több száz aláírás azt mutatja, szükség van erre a megállóra. Szükséges lenne, mert sokan járnak innen tovább iskolába. Például az én lányom is a Kőbánya Kispest metró megállóhoz, úgyhogy lehet, hogy ez jó lenne, jó ötlet lenne. Csak az, akkor aláírja a papírt? Igen, alá fogom írni. A csatornázás a kerületben 90 kilométernyi vezeték megépítését jelenti. A munkálatok 2015. július 20-án fejeződnek be, hangzott el a Dömötör István rendezte csatornázási fórumon.